És mindenkinek külön köszönöm, hogy az ebéd után és a kávészünet után is itt maradtak és meghallgatják ezeket az előadásokat. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Verme Zsolt vagyok, a Rico Hungary Business Solutions divíziójának, üzleti megoldású divíziójának a vezetője. Egyébként éppen ma dolgozom 11 éve a cégnél. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes témát fogunk a következő 14-15-20 percben boncolgatni. Egy olyan témát, amelyik mindannyiunk hétköznapjait, életét meghatározza, már a mai nap is, a jövőben pedig még inkább, ez pedig nem más, mint a munkavilága, vagy ahogy a Rico ebben gondolkodik, a munka új világa, New World of Work. Meg fogjuk nézni, hogy mik azok a kihívások, amelyek a munkavilágát, a munka új világát érintik, és szeretnék bemutatni egy projektet, amelyet a Rico Hungary hajtott végre az elmúlt fél, háromnegyed évben, hogyan vezettük be az úgynevezett Living Office 2020 koncepciót a cégünknél, és milyen eredményeket értünk el. Átalakuló vállalatok, változó vállalati környezet. Mindannyian ismerjük és mindannyian megéljük ezeket a változásokat a mindennapokban. Gyakorlatilag a vállalatoknál változik a gazdasági környezet, társadalmi, szociológiai környezet, a technológiai, technikai környezet. Ezeket mind-mind ismerjük, itt fel vannak sorolva egy-két főbb kihívás, egy-két főbb változás. Globális integráció, változik a demográfiai helyzet, technológia fejlődés, és így tovább. Tehát gyakorlatilag a mai korszerű vállalatok, ahogy az angol mondja, ezek a next generation, következő generációs vállalatok, a modern vállalatok már másképpen működnek, mint akár egy-két évvel ezelőtt, pláne több évtizeddel ezelőtt működő vállalatok. Másképpen dolgozunk, máshol dolgozunk, másmikor dolgozunk, adott esetben más kollégákkal, más személyekkel dolgozunk, és más eszközökkel dolgozunk, mint korábban. Egy dolog nem változott a korábbi cégekhez képest, az output, aminek ugye meg kell lenni, az árbevétel, a profit, és lehetőség szerint a költségeket minél lejjebb kell szorítani, tehát ez az a három fő mérőszám KPI, ami minden létező cég esetében nagyon fontos. Természetesen ezek a cégek vonzó munkaadóként is szeretnének megjelenni, és az innovációt is szeretnék fejleszteni, tehát ezek a dolgok kevésbé változtak. A vállalatok saját maguk döntik el, hogy hogyan viszonyulnak a változáshoz. Igen, triviális, amit mondok. Hát vagy ezeket a változásokat meg lehet lovagolni, és ezeknek a változásoknak aktív részeseivé lehet válni, vagy pedig proaktív módon lehet ezeket a változásokat sajnos elszenvedni. Nyilván mi azt mondjuk, hogy érdemes aktív módon részt venni ezekben a változásokban. Itt öt kihívást soroltunk fel, amit egy picit részletesebben szeretnék bemutatni a következő diákon, amelyek a munka világát, a munka új világát érintik. Elsősorban itt most nem technikai, technológiai dolgokra gondolok, hanem inkább a humán oldalra. Komplex környezetek. Ugye korábban egy vállalatot úgy képzeltünk el, nagyjából mint egy dobozt, képletesen szóval merev falai voltak, tehát lehetett tudni, hogy a vállalat ettől eddig tart. Reggel 8 órára bemegyek dolgozni, este délután 17 óráig bent vagyok, hogyha a zakómat a szék háttámlájára akasztom, akkor a főnököm, a vezetőm tudja, hogy bent vagyok a cégnél és dolgozom. Ma már a cégek nem így néznek ki, tehát kinyíltak ezek a nagyobb merev falak, ezek a lehatároló vonalak, és gyakorlatilag ezek a cégek integrálódtak, itt egy klasszikus stakeholder modellt lehet felfedezni. Olyan vállalatok működnek a globális piacon, ahol a beszállítók mondjuk Japánban vannak, a számvitel Indiában van, a vevők adott esetben Amerikában, a technológiai hátteret adott esetben Budapestről irányítják, és így tovább, tehát ez a vállalati struktúra is egyre inkább egy vállalati felhőre, egy nyitott vállalatra hasonlít. Megváltozott a munkavállalói és a munkaadói kapcsolat, viszony, reláció. Korábban ugye a teljes munkaidős foglalkoztatás volt a jellemző, most pedig azt gondolom, hogy mindannyian ismerjük ezeket a típusú munkavállalói megközelítéseket, kezdenek elterjedni a részmunkaidős foglalkoztatások, megosztott munkakörök, adott esetben egy-egy projekt feladatra veszünk fel embereket, megjelennek a szabadúszók, a konzulensek, a trénik, a gyakornokok, és természetesen megmaradnak az állandó foglalkoztatottak is. De ezek a foglalkoztatási formák, ezek most már vegyes módon jelennek meg a vállalatok esetében, ami ugye a HR osztálynak egy nagyfokú rugalmasságot vár el a HR osztálytól. Új típusú szervezeti struktúrák jelentek meg, még sok-sok szlájd, hogyha egy picit ebbe belegyorsítok. A hagyományos vállalati struktúrák megváltoztak, ma már inkább a matrix típusú struktúrák, illetve a projektorganizációk terjedtek el, és ezek a szervezeti struktúrák, amik jellemzőek. Egy fontos kérdés, és egy népszerű kérdés, ugye a rugalmas munkahely. Gyakorlatilag ma már
Ugye itt a mai konferencián és számos előadásban elhangzott a széles sáv jelentősége, hogyha széles sávunk van, internet hozzáférésünk van, akkor gyakorlatilag minden van, és teljesen mindegy, hogy én a munkahelyről az irodából dolgozom, bent vagyok az irodába, vagy adott esetben bárhol hozzáférek a Válti hálózathoz, egy virtuális magánhálózaton keresztül, és adott esetben pénteken dolgozhatom a Balaton partjáról, egy csoportmeetinget lehet tartani az irodában, e-maileket, megbeszéléseket lehet kezdeményezni a repülőtérről vagy a vonatról. Nem tudom, hogy tudták-e vagy ismerik-e azt az adatot, hogy ma már a vállalathoz érkező leveleknek a 70%-át mobileszközökön nyitják meg, ami egy eléggé döbbenetes szám. Én nagyon valószínűleg tartom, hogy itt akinek hozzáférhető a Válti levelezése, mindannyiunk, magamat is beleértve, legalább egyszer megnéztük a Válti leveleket. Tehát ez is azt mutatja, hogy nem feltétlenül kell bent ülni az irodában, hiszen az információkhoz hozzá tudok férni, és hogyha az infrastruktúra biztosított, akkor gyakorlatilag bárhonnan lehet dolgozni. A különböző munkastílusok szerepelnek, vagy jelennek meg egymás mellett a vállalatoknál, ez is egy érdekes dolog. Ugye most már a 90-es években született generáció is beszáll a munkaerőpiacra, megjelent az Y-generáció, a Z-generáció, a digital natives-ek, akik már szinte az anyatejjel szívták magukba az új technológiának a használatát, és ugyanakkor a másik oldalon pedig egyre inkább kitolódott a munkapiacról való kivonulásnak az ideje, és hát vállalatvezető legyen a talpán, aki ezeket a generációkat és a közöttük lévő kommunikációt úgy összetudja harmonizálni, hogy végül is az eredmény az egy konzisztens dolog legyen. Adott esetben egy idősebb generáció már készségszinten használja az e-mailezést, jó esetben már az e-maileket nem nyomtatjuk ki. Az új generáció pedig azt mondja, hogy én nem fogok e-mailezni, valamilyen instant messaging megoldást keresek, vagy chat alkalmazást keresek, vagy Facebookon kommunikálok, vagy bármi egyéb. Tehát ezeket a dolgokat, ezeket bizony nem könnyű összeharmonizálni. Ezek, amiket felsoroltam, ezek több dimenziós kihívásokat jelentenek. A módszertan, ami szerint a Rico ezt a New World of Work koncepciót megközelíti, három, vagy pontosabban négy ilyen pillért határoz meg, az egyik az emberek, a humán oldal, a technológia, a technikai oldal, a fizikai hely és a folyamatok. A több dimenziós kihívások, interdisziplináris vagy több dimenziós megoldásokat követelnek, tehát nem elég egy dologhoz hozzányúlni és mondjuk a technológiát biztosítani, hanem a folyamatokhoz, az emberekhez és minden egyébhez, ahogy itt ezen az ábrán látszik, ki kell dolgozni valamilyen stratégiát, ami mentén ezt meg tudjuk közelíteni és meg tudjuk oldani ezeket a dolgokat. Ezek a kihívások, ezek gyakorlatilag a környezet által támasztott szükségszerűségek, tehát visszautalok az egyik első diára, el tudja dönteni egy vállalat, hogy szeretne élni ezekkel a lehetőségekkel, és szeretné megváltoztatni a működését, vagy pedig azt mondja, hogy bezárkózom, nem veszek erről tudomást, hogy egy globális piacon dolgozom, megváltozott a munkaerő, megváltozott a környezet, erről nem veszek tudomást, akkor viszont valószínűleg le is fog maradni a versenytársakhoz képest. Mik ennek az átalakulásnak a várható eredményei? Néhány benchmark adatot szeretnék felsorolni. Ami nagyon fontos, ugye az operatív költségek, gyakorlatilag az irodával kapcsolatos költségek csökkennek, egy 15-30%-kal lehet a költségeket csökkenteni, irodabérlet csökken adott esetben, hogyha egy cég összehúzza magát és egy másik helyre költözik, kiköltözik a városközpontból egy külvárosi részre, kisebb irodát bérel, és így tovább csökkennek a működési költségek, csökken az energiaköltség, nagyon fontos, csökkennek az utazási költségek adott esetben, hiszen ha bevezetjük a távmunkát, akkor nem kell heti 5-ször bejárni az irodába, hanem adott esetben elég csak heti 2-szer vagy 3-szor bemenni. Tehát az utazási költség, az utazással eltöltött idő csökken, és ezt az időt pedig valami másra lehet felhasználni. Nagyon fontos, hogy csökkennek a HR vonatkozású költségek, és ezek valóban több esettanulmányon keresztül bizonyított valós költségcsökkenések. A munkaidő megnövekszik, hiszen ha az ember otthonról tud dolgozni, adott esetben egy picit előbb lép be a vállalati rendszerbe, egy picit később lép ki, tehát a munkaidő, a hasznos, effektív, produktív munkaidő megnő. Csökken a beteg szabadságok száma, ha valakinek egy picit kapar a torka, akkor nem feltétlenül vesz ki betegállományt, nem megy el a körzeti STK-ba és iratja ki magát 2 hétre, hanem azt mondja, hogy akkor 2 napig otthon vagyok, de ezért hozzá tudok férni a vállalati levelezésemhez. Csökken a fluktuáció, hiszen azok a cégek, akik bevezetik ezt a fajta megközelítést, vonzóvá válnak a munkaerőpiacon. A szülési szabadságra folytott idő is csökken,
hiszen az otthon a kisbabával lévő kismamák hamarabb vissza tudnak térni a munkaerőpiacra, adott esetben otthonról tudnak dolgozni, tegyük fel részmunkaidőben. Csökkennek a toborzási költségek, érdekes, hogy még a kezdő fizetés is valamelyest csökken, hiszen egy vonzó munkaadóként jelenhet meg egy ilyen cég, és a fizetés emelések igénye is egy picit csökken. Tehát az a vállalat, aki ezt a koncepciót bevezeti, az igen vonzóvá válik a munkaerőpiacon, és ezt a Rico Hunger is tapasztalta, majd a második részben beszélek ezekről az eredményekről. Az üzleti eredmények pedig kedvezően változnak, tehát a bevételek növekednek, növekszik a profitabilitás, csökkennek a költségek, és ezek a váratlan helyzetek is csökkennek, hogyha mondjuk egy influenza járvány van, vagy ennek az izlandi vulkánnak a nevének a kiejtésére nem vállalkozom, de emlékeznek rá évekkel ezelőtt, mikor kitört ez a vulkán, akkor gyakorlatilag Nyugat-Európában leállt az üzleti kommunikáció, nem indultak el a repülőgépek, és így tovább, tehát az ilyen váratlan helyzeteket is meg lehet előzni. Ennyi tehát nagyjából az elméletről, és ezek után pedig rátérnék a Rico Hungerinek az eset tanulmányára, ami ugye meglovagoltuk ezeket a változásokat, felültünk ezekre a változásokra, sőt proaktív módon ennek részesei is vagyunk. Mi Living Office 2020-nak nevezzük ezt a koncepciót a cégünkön belül, és itt egy néhány zsánerkép látható az irodánkból, tehát hogy hogyan néz ki az új irodánk. Egyébként korábban a Váci úton dolgoztunk, nagyjából a Dunapláza magasságában, most pedig Budaörsre öltöztünk ki, ami egy óriási változás volt a cég életében, hiszen a dolgozók, körülbelül 60-an dolgozunk a cégnél, nagyjából mindenki úgy szervezte korábban az életét, hogy a 13. kerület a központ, tehát a gyerekek oda járnak iskolába, óvodába, bölcsödébe, ezek után a cég kiköltözött Budaörsre, de elmögött egy tudatos koncepció volt, hiszen szerettük volna kimozdítani a társaságot a komfortzónájából, és így lehetett bevezetni ezt a rugalmas, flexibilis munkaidőt. Itt látható a Rico Hungerinek a munkavállalói köre, itt pedig az ügyvezető igazgatónk július 1-én ünnepélyes keretek között szimbolikusan átadta és megnyitotta az irodát. Hogy nézett ki ez a projekt? Csak nagyon gyorsan nálunk, egy igen rövid időtartam alatt megvalósított projekt volt. A belső kick-off meetingünk gyakorlatilag március közepére tehető, a költözésünk pedig július 1-én, tehát nagyjából ez egy 2,5-3 hónapot vett igénybe. Ez egy nagyon intenzív periódus volt, nagyon sok mindent át kellett dolgozni, sok belső workshopunk volt, de nagyjából 2,5 hónap alatt 60 emberrel ezt az átalakulást meg lehetett lépni. Új irodába költöztünk, ahogy említettem, az új iroda keresése már egy picit korábban kezdődött, 2012 őszén. Megtaláltuk az új irodát, megvolt a belső kick-off meeting, átalakítottuk a céget, a költözés és a tréning július 1-én volt, az ünnepélyes iroda megnyitó szeptember 26-án, most pedig valahol itt tartunk, a finom hangolás szakaszában. Ez már ugye egy nagyjából lecsengő képet mutat, hiszen néhány dologhoz kell még hozzányúlni. A mérésről szeretnék majd külön beszélni néhány szóban. És ami fontos, hogy ezt az egész koncepciót, ezt szeretnénk egy külső szolgáltatásként piacra vinni, tehát most tartunk abban az állapotban, hogy formalizáljuk a külső szolgáltatást, a tanácsadói szolgáltatásokat, hogyan lehet egy ilyen átalakulást meglépni a vállalatoknak, és gyakorlatilag a piacra lépési stratégiát alakítjuk ki. Nagyjából így nézett ki ez a projekt. New World of Work vízió, ugye azt mondtam, hogy három, vagy pontosabban négy ilyen pillére van ennek a szemléletváltásnak. Az egyik az emberek. Már a mai konferencián és éppen az előző előadásban ugye erről szó esett, hogy hát az emberekhez, az emberek gondolkodásához, szemléletmódjához hozzányúlni, hát az egy elég nagy kihívást jelentő dolog, ezt mi is tapasztaltuk, bevezettük a távmunkát, gyakorlatilag az emberek gondolkodását át kellett formálni, hogy eddig reggel felkeltem, felöltöztem, megborotválkoztam, lezuhanyoztam, és indultam az irodába, hát ezek után otthon vagyok, és akkor most hogyan legyen? Tehát most kell borotválkozni, nem kell borotválkozni, és így tovább. Persze ezek részletkérdések, ennél jóval komolyabb dolgokról beszélgettünk, de ez a szemléletváltás egy nagyon fontos dolog. Meg kellett változtatni a folyamatokat. Költözés, papírmentes irodát vezettünk be, erről majd picit később lesz még néhány gondolat. És a technológia, gyakorlatilag a teljes informatikai infrastruktúrát át kellett alakítani, ami szintén egy sikeres részprojektje volt ennek a koncepciónak. És itt láthatóak az eredmények. Törekedtünk arra az nulladik lépésben, hogy ezt az egész projektet, ezt az egész folyamatot
dokumentáljuk és mérjük. Erről lesz majd külön néhány szó. Tehát az emberekkel kapcsolatban a dolgozók 95%-a dolgozhat otthonról. Gyakorlatilag ma két embernek kell a céghez bejárni. Az egyik a recepciós, bár mondjuk a Ricohnak erre is van megoldás, hogy virtuális recepció bevezetésével. A másik pedig a raktárban dolgozó kollega. Ugye a raktári logisztikai dolgokat azért nehéz lenne otthonról elvégezni, az árukiadást. Nekik kell tehát bejárni, de azt gondolom, hogy ez egy jó eredmény. Csökken az irodai napok száma, jelen pillanatban két munkanap járunk be az irodába, óvatosak voltunk, valószínűleg ezt is még csökkenteni fogjuk egy napra, vagy adott esetben lesznek olyan munkakörök, ahol nem is kell bejárni. 77%-kal csökkent a beteg szabadságok száma. Ennyit tehát az emberekről nagyjából. Szabályok. Bevezettünk egy úgynevezett rules of engagement-et, ami azt jelenti, hogy mik azok az alapvető szabályok, kommunikációs szabályok, ami mentén tudunk dolgozni, hogyan kell meetingeket összehívni, előre tervezzük a meetingeket, előre tervezzük a virtuális kommunikációt, erre megvannak a technikai, technológiai eszközök, és ezt mind-mind egy belső kommunikációs szabályrendszerbe formalizáltuk. Bevezettük a papírmentes irodát nekünk is, ahogy ugye a legtöbb cégnek nagyon sok papír alapú dokumentumunk volt, ezeket természetesen Ricoh gépekkel, Ricoh multifunkciós eszközökkel beszkenneltük, OCR-eztük, egy dokumentum management rendszerben letároltuk, és ezek után pillanatok alatt bármilyen historikus adatot, iratot elő lehet keresni. A fizikai papírokat pedig egy külső irattárba kivittük, és ott tároljuk. Tehát a saját irodánk egy kicsit furcsa talán pont a Ricoh szájából, a saját irodánk az szinte papírmentes, tehát alig található papír az irodába. Még a szabályok kialakításán fontos volt, hogy ugye szerződéseket, megállapodásokat, egyebeket ugye alá kell írni, tenderanyagokat, hogy ezeket hogyan lehet megvalósítani a jövőben, ugye az nem nagyon képzelhető el, hogy a aláírásra jogosult személyek véletlenszerűen jelennek meg az irodában, és gyakorlatilag egy-egy aláírásra váró papír hetekig kering az irodában, tehát ezt is ki kellett alakítani, hogy ennek milyen szabályrendszer biztosítja a hátterét. Az új irodait az operatív költségek csökkentését soroltam fel, nagyjából 45%-ra csökkent a bérleti díj és a rezsiköltség. Itt láthatóak konkrét számok. Magyarországon azért a belváros és a külvárosi irodák között európai szinten nincsen olyan óriási nagy különbség a bérleti költségek között. Egyébként ez a projekt a Ricoh európai szervezetén belül egy pilot projekt volt. Tehát ahogy említettem, mi most 60-an vagyunk. Ennek a 60 embernek az átalakítása nagyjából zöggenőmentesen ment, egy 2,5-3 hónap alatt ezt meg lehetett lépni, viszont az eredmények nagyon jól mérhetőek és számszerűsíthetőek, és ez a projekt utána pedig a nyugat-európai országokba kerül majd bevezetésre. Németországban például már 3000-en dolgoznak, úgyhogy ott azért már ez egy sokkal nagyobb kihívást jelentő dolog. És hát éppen egy IT vagy technikai konferencián sajnos pont az IT részre nem igazán marad időnk. A lényeg az, hogyha meghatározott sávszélesség elérhető otthon vagy bármilyen környezetben, akkor a virtuális magánhálózatra be tudunk lépni, és tökéletesen gördülékenyen hozzáférünk a céges adatokhoz. Nagyon fontos pont volt a New World of Work projekt sikerességének a mérése, ahogy említettem, a nulladik pillanattól kezdve elkezdtük mérni az átalakulást. Háromféleképpen mérjük, és ez a mérés még nem fejeződött be, ezt még hosszú időn keresztül szeretnénk folytatni, annak érdekében, hogy ebből egy igazolható, verifikálható esettanulmányt tudjunk az ügyfelek rendelkezésére bocsátani. Az első ilyen fókuszterület a céges adatok, a mérhető, kvantifikálható KPI adatok, negyed évente mérjük, mennyi volt az irodában töltött napok száma, hogyan csökkent a betegállományok száma, és így tovább, tehát a céggel kapcsolatos pénzügyi és egyéb adatok. A másik ilyen nagyobb csoport az online dolgozói kérdőív, ez megint az emberi területre, a HR területre fókuszál, hogyan viszonyulnak a munkavállalók a saját kollégáink ehhez az átalakuláshoz, hol vannak azok a finom hangolási pontok, ahol érdemes még ebbe a folyamatba és ebbe a rendszerbe belenyúlni. Ez az online dolgozói kérdőív, az első kérdőív 2013 áprilisában rögzítette egy akkori állapotot, most pedig éppen február elején töltöttük ki a második ilyen kérdőívet. Nagyon részletes, elég hosszú kérdőív, de nagyon sok tanulságos információ levonható belőle. A harmadik rész pedig a struktúrált interjúk, mély interjúk a vállalat néhány kiválasztott dolgozójával.
ez a vége, ez az utolsó szlájd, ennek a részleteiben nem megyek bele. Így néz ki az új irodánk. Nagyjából két része tagolható ez a rész, ez az ügyfelek számára készült alapvetően, a másik részen pedig a Rico Hungary saját dolgozói dolgoznak. Én azt gondolom, hogy egyfelől különleges iroda, és másfelől viszont nem különleges. Annyiban nem különleges, hogy ezek az elemek máshol már felelhetőek voltak, annyiban viszont nagyon különleges és egyedi, hogy ezt a koncepciót mi összeraktuk, és ez a koncepció az irodánkban megtekinthető az ügyfelek és az érdeklődők számára is. Alapvetően az egész munkavégzés, az iroda kialakítása, a flexibilis, mobil munkakörnyezetre lett optimalizálva, mindenhol egy erős wifi hálózat érhető el, shared deskekkel dolgozunk, gyakorlatilag egy demokratikus iroda, tehát nincsenek vezetői szobák, hogyha egy vezető szeretne valamilyen bizalmas, szenzitív információt megbeszélni valakivel, akkor valamelyik projektszobát le tudja foglalni, és ott ezeket meg tudja beszélni. Én nagyjából annyit szerettem volna elmondani, és itt vagyok még, és nagyon szívesen beszélek még részletesebben az irodáról, de sokkal szívesebben hívnám meg Önöket, és látnánk Önöket vendégül az új irodánkban, úgyhogy ha valakit ez részletesebben érdekel, akkor kérem, hogy keressen meg engem, és akkor megbeszéljük a látogatás részleteit. Köszönöm szépen!